A Nemzeti Tehetségprogram keretében a Körkör kijátszik című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter úti óvodájában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatása című NTP-OTKP-20-0095 pályázati azonosítószámon szereplő Körkör kijátszik elnevezésű nyertes pályázat 2020. szeptember 1 és 2021. június 30-a között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter úti óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 500 ezer forint. A pályázati programban az óvoda Így kell járni testi, kinesztetikus gyermektánc tehetségműhelye vett részt 12 gyermekkel, Szabó Erika tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. A 30 órás program célja: a gyermekek ismerjék meg az évszakokhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz kötődő népszokásokat. Sajátítsanak el hagyományos népi játékokat. Érezzék meg a zene lüktetését, ritmusát. Szeressék meg a népi játékokat, a népzenét, a táncot. Ismerjék meg a néptánc alaplépéseit, motívumait. A haza szeretet, magyarság tudat, szülőföldhöz kötődés kialakításának erősítése a népi játékokon keresztül. Személyiségük formálódjon a zene, a népi játék, a magyar népi kultúra és a közösség erejével. Élményszerző és lazító programok. A tehetségműhelybe járó gyermekekkel meglátogattuk a közelben lévő tájházat. Kívül és belül is megnézhettük a régi karcagi házat, annak bútorait, berendezési és használati tárgyait. Megtekintettük a fazekasház állandó kiállítását is, ahol Kántor Sándor fazekasmester munkáit, vázáit, miskakancsúit, tányérokat láthattunk, melyek a jellegzetes kun népi motívumokkal vannak díszítve. Ellátogattunk Tóth János népi fazekasmester még ma is működő műhelyébe, ahol a munkájába is betekintést nyertünk. Tapasztalatot szereztek a fazekas mesterség fogásairól. Kipróbálhatták a korongozást, néhány díszítő elemet és formázási technikát. A Györfi István Nagykun Múzeumban múzeum pedagógiai módszerek alkalmazásával a nagykunság néphagyományának, népviseletének, népi játékainak megismerésére nyílt lehetőségünk a gyermekekkel.